Te mi csinálsz itt? A szerelem a szene. Hova viszed? Viszem a tűzre. Hát miért? Miért nem mentek az erdőre, fájé? Hát mert a fájé elvisznek a börtönbe. És mennyit szedtek egy nap? Két zsákkal. Három. Az hány órószal? Egész nap, reggel tösti. Gyerek estő, családostom? Hát nem, fiam, csak hoztam ödröt, magamba szoktam jönni. Magadba szoktam jönni? Persze. De van, aki családostom. Hát vannak, jó, vannak itt, aki családostom jönnek. Kadok eladja, kadok eladja. Hát van, aki eladja, van, aki tűzre viszi. Mennyit adnak érte? 800 forintot hallok itt, hogy mondják az ember. Egész nap, akkor két zsarka van, 1600 forint. Igen, 600 forint, egész nap. Annyit keres egy nap? Az már jó. Az már jó, az annyit keres? Hát miért, van, amikor kevesebbet keres? Van, amikor csak egy fél zsarka. Egy nap? Tehát a múltkor én úgy ástam a kamával, kiástunk egy akkorát, mint egy sír, azt nem volt benne szén, csak a sok kő. Egy vödörre szedtünk ketten a komába. Akkor potyára ástod egész nap? Potyára ástunk egész nap. Hát jobb, mint a fa. Hát és hatyor fa ég kap az ember. 3-4 nap elzárás, 50-60 ezer forint elér annyit. Uh-huh. Inkább ezt csináljuk. És volt mellettek bajotok fából? Volt faszedésből? Volt bizony, kinek nem volt majd, volt majd mindenkinek. Vegy alvilág, ez a biztos. De most itt van, mennyi vagy 200 munkanélküli parkasúval 190, abból is 8 dolgozik. Többi mind otthon van. Mert azt jól mondja a pecika, ha nem dolgozik, mert nem igaz. De itt lehet látni, mit dolgoznak, milyen keserves. Tehát az ott tudjanak fűteni. Mert azt mondja, akkor nem dolgozik. Egyébként még a balnya ment, itt nem volt munkanélkül. Egy ember sem. Itt mindenki dolgozott. Kocsmából feleségem néz a házból, megismer a járásomról. Kiálva van neked szakmád, nekem is van két szakmám, azt mégis segédmunkásként dolgozok az önkormányzatban. Érdekes, nem? De mi volt a baj? Arra jó az ember, hogy füvet hallgom, meg tapáltoljon az utcán, meg ilyesmi, arra jó a cigány, de hogy szakmával rendelkező embert azt nem tudják fölvenni dolgozni, vagy ezt nem lehet. Kiállva neked hadszak már lekocsolni. Persze, hogy nekem ez nem tetszik az egész. És attól félek, hogy a lányom fog menni tovább tanulni, hogy a bőre véget, hogy fog tovább jutni az életbe. Én ettől nagyon félek. Én szeretném, hogy külföldön járna dolgozni, de szerintem nem fog összejönni. Egy olyan társadalomban élünk, ami minden gyengébb helyzetű társadalmi csoportot megbélyegez, és kialakítja azokat a villámgyors és bástyakként erősen funkcionáló sztereotípiákat, előítéletpaneleket, amelyet széles körben alkalmaznak manapság a média is. Ilyen meggyőződés a társadalomnak, hogy a hajléktalanok nem akarnak lakni, a munkanélküliek nem akarnak dolgozni, a nők meg egyenesen szeretik, ha veri őket a férjük a családon belül erőszakra utalva. Tehát van néhány buta, megkövesedett előítélet. Ilyen például a romák nem akarnak dolgozni. A romák munkaerőpiaci helyzetébe bekövetkező drasztikus romlás az 1990-ben a rendszerváltáskor történt, amikor az addigi 80-90%-os foglalkoztatási aránya a romáknak az lecsökkent 15-20%-osra. Na, mai napon elmentem dolgozni. Volt vállalkozó, jött, hogy menjük dolgozni. Bátyámmal voltam dolgozni. Nem olyan, hogy véglegesít meg ilyen dolgok, hanem elvisztek is, akkor ilyen kibéli serepetje. Megcsinálja az ember. De jó, mit semmi, mert az ember rá van szorulva megyen. A kirekesztettség és a szegénység növekedése az egyre inkább eltávolítja a roma embereket a hivatalos munkavilágától. Például Észak-Kelet-Magyarországon, ahol nagyon sok roma él, ezeken a kis településeken egyáltalán nincsen munkalehetőség. Ehhez adódik még hozzá a munkahelyi diszkrimináció is, amikor valakit azért nem vesznek fel egy munkahelyre, mert roma. Gondoljuk el azt, hogyha valaki nem tud enni adni a gyerekének, vagy nem tudja megvenni a gyógyszert, vagy nem tudja kifizetni a villanyszámlát. Miért szeretné ezt bárki önmagának? Senki nem ezt akarja önmagának, hanem a világból a boldogabb, szerencsésebb életet, és ezt alapvetően munkajövedelemmel lehet elérni. Dolgozzatok! 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 A szélső jobb ilyen retorikájára én nem is pazarolnék szót, hiszen
A szélső jobb alapvetően egy nagyon demagóg, nagyon előítéletes, nagyon buta retorikát használ, igaz, nagyon hatékony is. Ez arra alkalmas, hogy elhitesse a társadalmi többséggel, hogy a romák nem ugyanolyan emberek, mint ők, lám-lám mi dolgozunk, adót fizetünk és törekszünk, ők meg nem is akarnak. Miközben a roma mozgalmak 20 éves törekvésének az elsődleges célja a munkához jutás. Nagyon messzire kell elmennem dolgozni, hogy eltartsam a családomat. 4-5-600 kilométer is el kell mennem. És egy hónapig kell oda lennem, hogy hozzak egy kis pénzt, hogy meg tudjunk élni. De ha lehetne egy Tózdon dolgozni, nem segélyt kapni, hanem dolgozni, eldolgozni kell még a kukásoknál is, ha felvennének. Az is jó munka. Természetesen, hogyha vannak szociális segélyek, azok folyamodnak szociális segélyért. Ez azonban nem jelenti az államon való élősködést. A szegénységi alapon járó segély az összes állami jóléti juttatásnak mindössze 5%-át teszi ki. Az önkormányzatok segélyezésre az összes állami juttatás 2,5%-át tölti, ez pedig a GDP-nek nem több, mint 0,5%-a. Ennek is nagyjából kétharmada az a 22.800 forint, amit családonként szegénységi alapon havi egy alkalommal igénybe lehet venni. Az állam e tekintetben egy nagyon képmutató magatartást tanúsít. Egyrészt a kormányzó erők és a politikai pártok nagyon szeretik a választási kampányaikban azt mondani, hogy mi mindent megteszünk, hogy a romák munkához jussanak. És akkor ez alatt főként a közmunkát értik. Nézzék meg a segélyrendszer átalakítását is. Ugye erről nem beszélünk, de az a helyzet, hogy senki nem kap segélyt, hogyha a felajánlott közmunkát visszautasította. Ugye 261 ezer ember dolgozott a tavalyi évben startmunkában, ami a közmunka elegáns neve. Ebből több mint 50 ezer volt cigány. Ezeknek a nagy része olyan, aki korábban soha, sehol, semmit nem dolgozott. Csak a bölcsészek elnézést kérek ezért. Gondolhatják azt, hogy majd néhány iskolai képzési program segítségével önök majd föl tudják venni ezeket az embereket és munkába tudják állítani. Ez nem így van. Mert először alapvetően munkakultúrát kell tanítani. Utána lehet majd képezni, majd jöhetnek a bölcsészek, hogy milyen tananyagokat kell elsajátítani, de először el kell őket vinni dolgozni, hogy tudják, hogy ez micsoda. Hogy az elnök úr mondta, hogy reggel föl kell kelni, el kell menni, pénzt föl lehet venni, haza lehet vinni, nem segélyért állunk sorba az önkormányzatnál, hanem a fizetésünket vesszük föl, és azt adjuk haza. Ez egy olyan kulturális problémája Magyarországnak, amivel ha nem nézünk szembe őszintén és egyenesen, és nem beszélünk róla ilyen pokróc módon, mint ahogy én most teszem, az ilyen politikai korrekt romázás helyett, akkor sose fogjuk megoldani. Mert én azt mondom, hogy hát adjam, mert megcsinálom szívesen neki, bármilyen munkát elvállalok. Csak semmilyen szélszámot, semmilyen vérőfelszerelést, semmit nem biztosít hozzá. És ezzel fenyegetőzött tennap is, hogy hát ebből elég úgy fogok járni, mint a Kidan, meg Samu, meg egyik másik. Hogy? Hogy kirúgta. Hogy nem biztosít tovább munkát, és 3 évvel elveszi tőlem a pénzt. A jelenlegi közmunkaprogramokkal az az elsődleges probléma, hogy valójában egy dologra vállalkoznak, hogy a szociális feszültséget enyhítsék. És gyakorlatilag finanszírozzák úgy a közmunka programot, hogy az abban dolgozó tízezrek egyrészt nem jutnak a munkaerőpiacon megszabott bérminimumhoz, hiszen az 96 ezer forint, és a közmunkások pedig minimál bérként 47 ezer forintot kapnak. Remélem, hogy senki nem gondolja komolyan, hogy 47 ezer forintból, de igazából 36-ból, mert az az elterjedt a 6 órás foglalkoztatás, emberhez méltó minimális szinten lehetne élni családos háztartásoknak. Egész nap itt szaladgálnak lefele az emberek, azt videózgatok, meg figyel, meg elgálják. Erre van benzinpénz. Az csak ilyen ingyen élőre. A falunknak a pénzét. Remire kéne elherdálni. Ki mennyit teljesített? Jó, mert vagy munkaidő után, vagy úgy kamerázzák, jó, hogy közben, hogy dolgoznak. Aha. Nem kellene azért őket kivonni jó a munkából. Ebéd ide van. Hány óra? 12.00. Minka, ennek vagyunk a munkavezető. Ugyanebben a közlemben szeretném. De ebben a programban. Nekem nem egy öröm állandóan azzal játszani, meg töltögetni, hogy most itt kamarázgassak, meg töltögessek, tehát biztos máshogy is lehetne, meg senkinek ezt így kell csinálni. Lehet, hogy azt nézze, hogy Istenem, hát itt engem kameráznak, engem hajtanak, de most őszintén, ti is jártatok iskolába, tehát mi volt a tanárok, ott járkáltok a közös, és akkor azt mondtad, hogy az iskolát neked ez itt járkál, ez nem igaz, ez cseszeget. De valamilyen szinten muszáj voltam, megtanultad kéz, és utána abból éltél. Tehát én
elhiszem, hogy valamilyen szinten, amit az ember eddig nem csinált, meg nem akar, nyilván mindent, tehát egy atyai pofont is az ember annak vesz, hogy úristen, mi történt, holott az tanító célzattal volt. Közmunkában résztvevő munkavállalók olyan mértékben kiszolgáltatottak helyben, akkor, amikor a közmunkásnak benézhetnek a fazekába, hogy mit főzött. Ha mondjuk szabálysértés követett el, akkor elbocsájthatják. Ha a gyereke nem tesz eleget a tankötelezettségének, szintén kirúghatják. Most gondoljunk bele, hogy ez mondjuk milyen mértékben járul hozzá a gyermekszegénység növekedéséhez, hogyha ugyanezt a közmunkás apukát mondjuk ötször megbüntetik szabálysértésért, bicikliügyben, csak a példakedvéért, és bezsebel 100 000 forint olyan bírságot, amit ő soha az életben nem tud kifizetni, akkor egyenesen vezet az útja a börtönbe. Tehát azért világosan látni kell, hogy az egyén sorsát nem csak az egyén saját döntései, akarata és lépései határozzák meg, hanem az a társadalmi környezet is, amiben ő létezik. A 2010 óta kormányzó Fidesz program jelentősen módosította a közmunkára vonatkozó szabályokat, és a TASZ álláspontja szerint súlyosan jogsértő elemeket vezetett be. Azokat az embereket, akik egy felajánlott közmunkát valamilyen okból nem fogadnak el, vagy pedig abból kirúgják őket, azok 3 évre kiesnek a segélyezés rendszeréből. Valamint bevezették azt is, hogyha valaki egy adott évben 30 napig nem dolgozik, akár közmunkán, akár önkéntes munkában, az a következő évben nem juthat segélyhez. Mindez hozzá kell tenni, hogy ugye nem evidens az, hogy kikerül be egy közmunkaprogramba. Itt a polgármesternek, ha valaki, megmondva az őszintét, nem a spanya, akkor ő azt nem alkalmazza. Gondold el azt a fajta kiszolgáltatottságot, hogy nem csak az egész életedet ellenőrzik, meg a magatartásodat, de hogy gyakorlatilag a politikai jogalait gyakorlását is kontrollál vonják. Tudok olyan településsel a közmunkásoknak, a mobiltelefonjukkal le kellett fotózni a szavazólapjukat, és elvinni a munkavezetőnek, hogy ők megfelelő helyre szavaztak-e. De most ez egy tipikusan olyan ügy, amit az életben nem lehet bebizonyítani, mert senki nem mer beszállni egy ilyen ügybe. Cigányként nem érhetsz. Cigány vagy, nem érhetsz magyarként. Nekem ez a rossz. Mint ha belennénk kódolva, hogy hú, ez egy cigány, akkor itt van probléma lesz. Általánosítanak, hogy a cigány már pedig csak bűnözni tud, lopni, csalni, és nem adnak neki lehetőséget arra, hogy tényleg azt bemutassa, hogy meg tudja állni a helyét, akár bármilyen poszton. Cigányok elől menekülő magyarok, tolva óvodások és tanárverés mint családi program. Az elmúlt 2 évben a gyerek, illetve fiatalkorúak által a fővárosban elkövetett 17 életellenes bűncselekményből 14 esetben cigány volt az elkövető. Cigányok késelték halálra az MKB Veszprém kézilabda csapatának egyik román játékosát. A veszprémi alvilág állítólag megtorlásra készül, amiért a Fejér megyei cigányok idegen felség területen gyilkoltak. Azt hiszem, nem árulok el titkot azzal, hogy az ország legtöbb olyan településén, ahol jelentős számban élnek romák és nem romák együtt, jelentős etnikai feszültségek vannak. És a bűncselekmények száma is elég magas. Részben ebből erednek aztán az etnikai feszültségek. Nálatok mi a helyzet ezzel? Sajnos én is látom és hallom, hogy mi van az országban. Szomorú dolgok ezek. Éreztem a szívembe, hogy meg kell tegyek egy lépést. És mi volt ez? Ez a lépés az volt, hogy a nemzetem nevébe, mint keresztény lelkipásztor, aki szeretnék példát mutatni, hogy kérjek bocsánatot a magyar nemzettől. Azokért a bűnökért, amit elkövettünk a magyar nép ellen, mint romák. Milyen reakciót váltott ki? Nagyon nagy örömmel vették, és nagyon hálások voltak. Bocsánatot kértem azért, hogy megloptuk őket. Bocsánatot kértem, hogy megvertük őket, vagy verekedés, lázadást szítottunk. Ön, kedves néző, életveszélyben van. Napról napra nagyobb életveszélyben. Gondolja, hogy önnel nem fordulhat elő az, ami Horák Nórival, Marian Kozmával, Szögi Lajossal? Biztos benne, hogy túlélheti? Mindenki más nem, de ön igen? Ne felejtsük el a gyilkos felszólítást. Ízlelgessük. Nagyon mélyen gondoljuk át.
Hogy is süvített bele az olaszliszkai délutánba 2 év és 4 hónappal ezelőtt? Öld a magyart! Öld a magyart! Bizony, a társadalmi feszültségek jelentős hányadának a kialakulásában elvitathatatlan érdemei vannak a média munkásoknak. Az elmúlt években politikai haszonlesési célból, tudatos politikai magatartással alakítottak ki cigányellenes közhangulatot. Amíg ezen az országon élősködnek, mert ez a jelenlegi helyzet, addig nem fogunk előre jutni. Addig a lyukas hordóba fogjuk hordani a vizet. És igen, mondjuk ki, élősködik ezen az országon a cigánybűnözés. Ez a fajta úgy van kódolva genetikailag, hogy benne van a bűnözés. Cigánybűnözés! Cigánybűnözés! Igen is van cigánybűnözés! A cigánybűnözés talán az egyik legveszélyesebb, legmegbélyegzőbb és legkirekesztőbb mai fogalom, amit nem csak a szélső jobb oldal használ, hanem széles társadalmi rétegeknek az a meggyőződése, hogy az élősködésen, a szociális ellátáson, a munkakerülésen felül a romák nagy részére jellemző a bűnözés. Ezzel a fogalommal be lehet kerülni ma Magyarországon a parlamentbe, ezzel az etnikai igen alávaló húzással. Ha az ember nincs egy olyan példa előtte, hogy valaki dolgozik, és nincs is esélye arra, hogy dolgozzon, és teljesen szegregált körülmények között él, akkor nyilvánvaló, hogy ez kihat az ő lelki állapotára, az ő mentális állapotára, és természetes módon vezethet devianciákhoz. Az is biztos azonban, hogy nincs olyan típusú bűnözés, amelyik a származáshoz kötődik. Tehát azért, mert valaki cigánynak születik, vagy németnek, vagy zsidónak, vagy olasznak, attól még nem lesz ő hajlamosabb a bűnözésre, mint a másik csoporthoz tartozó ember. Engem már 28-szor raboltak ki. Már itt volt a hűtőszekrény, már a villéjen. Tetszik látni. Ez mind új lenyomat vétel? Hát minden, ez új lenyomat volt. És elmentek dolgozni? Persze, dolgoztak, hát jó. Itt volt Rózsaszentmártonban egy olyan üzem, ami tartályokat talán még most is megvan. Tartályokat csináltak, ilyen műanyag tartályokat. Mi oda jártak, ezeknek a fiatal kölykeinek a szülei oda járt mind dolgozni, meg a bányánál dolgoztak. Mind dolgos ember volt, csak ezek a fölcseperedtek ezek a srácok, akik nem szeretnek dolgozni, ezek inkább lopnak, még leütik az embert. A magyar jogállamban minden bűnelkövető maga viseli a felelősségét a bűncselekményének. Na most Kovács József lehet a bűnelkövető, de nem egy népcsoport, amelyhez Kovács József tartozik. Szeretném rögzíteni, hogy a roma mozgalmak és a roma aktivisták soha sehol nem mondták azt, hogy valamelyik cigányember, aki bűncselekményt követel, az ne kapja meg a törvény által előírt módon és mértékű büntetését. Soha senki közülünk ilyet nem mondott. Nekünk, roma embereknek ugyanolyan érdekünk fűződik a közbiztonság jó minőségéhez, mint bárki másnak. Az utolsó magyar hétes telepen rablógyilkosság áldozata lett egy 92 éves asszony. Én se bántok senkit, engem se bántanak. Ezt tavaly nyáron mondta Solymosi néni, az ozdi hétes telep utolsó nem cigány származású lakosa egy jogvédők által készített filmben. Sajnos tévedett. A 92 éves asszonyt januárban kirabolták, brutális kegyetlenséggel megverték, amiben 3 hét múlva belehalt. A büntettel helyi roma fiatalokat gyanúsítanak. Mindenki azt gondolta, hogy ővele nem történhet baj. A liberális média kellőképpen ezt ki is színezte. A Hanzatos nevű Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet most az előbb idézett mondat bejátszásához sem járult hozzá. Nem véletlenül, hiszen Erzsike nénihez január 19-én 3 olyan helyi cigány fiatal tört be, akiktől a jogvédők filmje szerint senkinek nem kellene félnie. Eltörték a combcsontját, és itt hagyták. És közben pakoltak, és ezen a kerekes széken vitték el a cuccot. Tehát televíziót, kettőt is, meg gázpalackot, meg nem tudom én, amit találtak. Ketten elmúltak 14 évesek, a harmadik 11 éves, azaz nem büntethető. Rasszista indítékról senki nem beszél. Ahhoz nem elég a puszta tény. Helyben élő fiatal cigányok rabolták ki és bántalmazták embertelen módon a telep egyetlen magyar lakóját.
Most ha valaki elkövet egy valamit, arról az egész nem tehet. Érted? Úgyhogy fogalma sincs, hogy volt izé szívük elkövetni. Itt az én gyerekeimet úgy kezelte, mint az övéjei volna. Az én gyerekeim is, ha mentek oda hozzá, fogták a kezét, mint a mamájok lett volna, annyira szerették a gyerekek. Ez engemet is nagyon megérintett, hogy rosszul érintett, hogy nem tudtam megvédeni. Mert úgy mentek be, hogy ezt nem vettük észre. Mert ha én észreveszem, akkor azoknak annyi. Azoknak biztos, hogy kezét, lábát eltöröm, aki oda bement a Solymosi nénihez. Hát jó szívű asszon volt, csak ilyen asszon kellett volna ide, mint ő, mert együtt nevelkedett velünk. Ő innen nem is szeretett volna elmenni egyáltalán. Csak ezek a, ki tudja, kik 10 éves gyerekek nem tudták az eszüket, amit csinálnak. Most ez így most lerontották azoknak a nevét, tudod, akik itt laktak és becsülték őt, meg tisztelték, érted? Csak egy, hogy nem a hétesiek verték, meg ezt rosszul tudják. Hanem a hétes völgyből, meg akik ide kijött egy két éjszakára, kijött ide a testvéréhöz, a fiával, azt annak a fia verte meg. Ha az ember bemegy a börtönbe, akkor látja, hogy a lakosságban képviselt arányához képest jóval magasabb a romák aránya a börtönökben. Ez nagy részt arra vezethető vissza, hogy a romákkal szemben más, sokkal szigorúbb a hatóságoknak a fellépése. A lakosságon belüli arányukhoz képest 3-szoros az esélyük arra, romáknak, hogy igazoltassák őket, hogy kivel szemben indul el egy eljárás, abban is meghatározó az, hogy valaki roma vagy sem, és a bíróságok gyakorlatában is van különbség. Egyes kutatások szerint sokszor súlyosabb büntetéseket kapnak romák. Könnyebben helyezik őket előzetes letartóztatásba, hosszabb ideig tartják bennüket előzetes letartóztatásba. Rámentem a kukoricafélre, amit ott hagytak, azt összeszedtem. Egy másfél zsákkal, 2 zsákkal. Ha nem szeded össze, mi történik ezzel a kukoricával? Hát akkor betárcsázzák. Megy a szemétbe. Jöttem volna át ott az utolsó sorompó fejállónál, azt ottan lekapcsoltak a rendőrök. Visszavitették velem a kukoricát, meg 40 000 pénzbírságot adtak. Egy vasárnapi nap elmentem a kisebbik fiammal szedni téglát, hogy csinálni akartunk egy kis disznóolat. Ugye bármely szegénység mellett szeretnék venni egy disznót, és malacot, hogy abban mondva, hogy karácsonyra legyen egy kis hús a családnak. Elmentem, a szemétből szedegettünk 30 darab téglát, mert a furikba csak annyi fér. Készültem vissza, hogy már jövünk hazafelé. Jön a vőm, hogy menjek már vissza, mert ott vannak a rendőrök. Hát lopták a téglát. Én mondom nekik szépen, uraim, mi miért loptuk? Jöjjenek, megmutatom a helyszínt, hogy honnan van. Ők nem szállnak a kocsiból. 30 darab tégla, 30 000. Akkor ők úgy számolták, hogy egy darab tégla 1000 forint. Nincs munka lehetőség. Én is dolgoztam, még akkor jó volt, akkor kaptam én is szép fizetést, igen. De most 10 000 forintból, meg 11 000 forintból, meg 8 000-ből. Örülök, hogy a családomnak ennyit tudok adni. Nem azt mondom, hogy ahol élő probléma a kriminalitás mértéke egy adott faluban, egy közösségben, hogy akkor arról ne beszéljünk, csak az a baj, hogy mindig rossz válaszokat citálnak rá. A bűnözés visszaszorítására nem feltétlenül a börtönépítés a jó válasz, hanem például a legjobb kezelése ennek a munkahelyteremtés. Azért nagyon sikeres a szélsőjobb gyűlölet kampánya, mert egy nagyon leegyszerűsítő világképet sugall, hogy vannak a jók a fehérek, és a nem jók a barna bőrűek, és ők a hibások mindenért, még a mi bajainkért is, de tényleg ugye egyre nagyobb a szegénység a nem romák körében is, és ez az indulatokat szül az emberekben, és akkor jó valakire rápakolni ezt a terhet. Cigányügyekben nincs olyan nagy távolság a bal és jobboldaliak és a szélső jobb politikai nyelvezete és magatartása között. Az a különbség, hogy a szélső jobb ezt zsigerből befögi bele az éterbe, a bal és jobboldal pedig megpróbálja ugyanazt tartalmilag konszolidált és szalonképes módon előadni. De ettől még a pofon, vagy a szembeköpés, akkori szembeköpés, ha díszdobozba adod át. A politikai kultúra tekintetében azt gondolom, hogy egy normális demokráciában, egy normális országban az volna a legkisebb közös nevező, és közös minimum, bal és jobboldali politikusok között egyaránt, hogy a szélső jobb magatartását és retorikáját együtt
feltételek nélkül is azonnal elutasítani? Az állam nem hagyhatja ezt a kérdést, illetve ennek megoldását szélsőséges paramilitáris szervezetekre. Tehát nem engedheti meg, hogy ezek a szervezetek átvegyék tőle a bűnmegelőzés és a bűnüldözés feladatát. Te jágyad a szonya botomat, azzal védem meg magamat. A cigányok rám támadnak, pedig éjjel. Csak az emberek az a megélhetés meglegyen, meg a szeretet. Tehát, hogy meglenne az emberekben a szeretet, hanem egymás szemében nézzük és lássuk, hogy szeretet alatt nem a gyűlölet, ami sajnos manapság az. Mert vannak hülye emberek, akik beállítsak azt, hogy a cigány rossz. Nem mondtam, hogy nincs benne rossz, de ugyanúgy van a magyarban is rossz. Olvasom az interneten a kommenteket, amikor így visszaírnak, hogy te kerültél már napban, akkor jön fel itt két árnyék, és arra gondolsz, hogy Isten ne csak cigányok legyenek? Hogy ilyen kommenteket olvasom, hogy felteszem a filmemet, és akkor arra az jön, hogy a cigány purgyékat, mit tudom én, fel kell kötni a fára, és torkon fogva kell őket szétfagdosni, hogy ilyet írni, hogy gyerekekről. És három gyerek táncol, hogy ilyen kommenteket írni az országban. A 2000-es évek közepétől a Magyar Gárdának a vonulásai mutatták azt, hogy az állam nincs a helyzet magaslatán. Ugye különböző kis településeken jelent meg a Magyar Gárda, és ott kifejezetten célba vették mindig a település cigány sorát, és ott megfélemlítő jelleggel vonulgattak egyenruhában, alakzatban. Végül a Független Magyar Bíróság feloszlatta ezt a szervezetet, de sokra nem mentünk ezzel, mert hát számos hasonló jellegű szélsőséges, cigányellenes, illetőleg zsidóellenes szervezet él azóta is Magyarországon és működik. Jobbikot szeretem, meg éljen a magyar mozgalom. Én így vagyok vele. Ráérek, meg itt a helyem. Mi a legnagyobb baj? Hát a... Hogy mondjam neked? A cigánybűnözés számomra. A te fejedben milyen megoldás lenne a cigánybűnözésre, amit mondtál problémaként? Még ezzel nem is gondolkoztam. Még ezzel nem gondolkoztam. De így fogok, hogy mondod. Szíved szerint mit csinálnál? Írtanám őket. Egytől egyig mindent. Ezek a bizonyos gerdavonulások általában néhány óra alatt lezajlottak, és aztán elmentek onnan. A gyöngyöspattai események, amelyek 2011 tavaszán történtek meg, tehát ez volt az első olyan, amikor tényleg hetekre megszállt egy települést egy magát polgárőrségnek nevező egyesület, amely ugyanakkor hát semmiképpen sem volt polgárőrségnek tekinthető, nyilvánvalóan bizonyítható a kapcsolata a Jobbikhoz, ennek a szervezetnek. Ez a szervezet nyilvánvalóan politikai céllal odajött erre a településre, azzal az ürüggyel, hogy ott rendkívül rossz a közbiztonsági helyzet, amit egyébként azóta rendőrségi nyilatkozatok is cáfoltak. De volt ott egy jobbikos képviselő, aki polgármester akart lenni már a korábbi körben is, de nem választották őt meg, tehát feltételezhetően az ő politikai céljait szolgált egyébként ez az egész akció. A Juhászhoz is olyan ember, hogy aki felmutott itt az embereket, és olyat hazudott, hogy az én szomszédom a Jóska bácsi a cigányságért halt meg, holott rákos volt, megtudtuk azt is, ugye? Helyi lakos, egy helyi magyar ember önkezével véget vedett életének önakasztással, és többen feltételezni vélik, hogy erősen közel lehetett az elkövetett bűncselekmény az etnikum részéről. Hát én ott lakom 8 év, azt hiszem. 8 vagy 9 éve. Soha semmi probléma nem volt. Jobban voltak? Természetesen. Iszogattunk, beszélgettünk, együtt dolgoztunk. A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület járőrözéséhez néhány nappal később csatlakozott két másik szervezet, akikről azt lehet mondani, hogy még jóval szélsőségesebbek, a Véderő és a Betyársereg néhány tagja, és ezek összesen majdnem 7 héten keresztül félemlítették meg a helyi roma közösséget úgy, hogy a rendőrség ezt nem akadályozta meg. Önök hadsereg? Mi Véderő. Honvédséghez tartozik. De látom, itt kávéval kínálja igen, az urakat. Igen, természetesen.
ez a legalapvetőbb dolog. Nagyon jó, hogy itt vannak, mert szükség volt rájuk. Szükség volt rájuk? Szükség volt rájuk, nagyon szükség volt rájuk, és szükség van rájuk. Ők mindent megtesznek azért, hogy mi biztonságban érezzük magunkat, és szeretnénk, hogy ez így is maradjon, biztonság és békesség. Mennek a boltba a roma személyek, mennek a közintézményekbe, iskolákba, óvodákba, és amikor mennek, akkor rájuk tapadnak, mint a bélyek, különféle beszólásokkal irritálják őket, hogy tetlegesség, menjen át a dolog. Voltak, akik már ostor is volt, vagy balta. Mondta, hogy a véretek fog folyni, meg a véretekkel lesz kifestve a ház. Bűnös cigányok, el kell mennetek, fehér Magyarországot akarnak. Őrtartam, vétem a családomat és jó magamat és a házamat. Nehogy valaki, mit tudom, ilyen benzines üveget bedobjon, vagy valami. Kihívták a cigány emberinket verekedni. De én tudtam gondolkozni, emberek nem szabad semmit csinálni. Ők hát prodikáljanak, hát csinálják a munkájukat, inkább gyerek elő befele. Szóval van ilyen is, olyan véleményem is. Egy éjszakára, ha 25 lyukomat vittek el, akkor most miről beszélhetek én? Akkor tudom, hogy nem ez a módja. A gyerekeimet követték az iskolába, lecigányozták. A gyerekeim szó szerint volt úgy, hogy bepisiltek este fécségükbe. Az osztályterembe? Osztályteremben nem jöttek be. Nem? Hanem? Folyosóra. Folyosóra. Jöttünk az iskolából, sok gyerek. Azt mondták, hogy menjünk a járdára, mert elütt minket a kocsi. Nem lenne nagy kár, mert cigányok vagyunk. Hát gondoljam már, hogy megyek oda, terhesen vagyok, megyek a bútba normálisan, jövök hazafele. Az egyik embernél az ostor, összeketeredve a kezén, a másik köp utána, a harmadik, mert mindegyik mondja, jöttek már a barna bőrűek, a színes bőrűek. Természetesen vannak normális cigány emberek, de kialakult egy csoport, és ők nem hajlandók kiközösíteni maguk közül, már pedig ha ők nem tesznek ellene semmit, akkor is súlyos bajok lennének természetesen. De ez így minden cigányon csattan. Igen, minden cigányon csattan. És az az igazság, hogy a magyarok is ma úgy néznek ránk, mi hiába nem járunk, életünkben nem lopott, egy szalmaszálra dolgozott, most beteges is ráadásul, és akkor tudja, hogy néznek ránk, mint egy véres ruhát. Olyanok is voltak közöttük, akiket ismertem, velük nevelkedtem, velük jártam iskolába, és jóképpen leköbböstek meg minden pontot, amit elcsodálkoztam nagyon rajta, és nagyon már úgy volt, hogy elmegyünk innen lakni. Én sajnálom azokat az embereket, cigány embereket, akik ezért úgy érzik, hogy megvannak különben. Semmi bajon velük, amelyik nem csinál rosszat. Nagyon nehezen megszereztük ezt a házat, berendeztük úgy, ahogy tudtunk, és akkor most meg menekülnünk kell a gyerekekkel együtt. Mert itt már nincsen, itt nem bírjuk a gyerekeinket normálisan felnevelni, tisztességbe, úgy, ahogy kell. Mert ha akarod, hanem akkor is kihozzák belülünk. És akkor elővette a baltát, és szegezte a fejemnek, hogy meg fog engemet ölni, meg nagyon csúnyákat mondott rám, és mondták neki, hogy hagyjad ki, jó, nem szabad, mert mondtam neki, nem félek én tőled, mert vannak elvégre rendőrök is, de mondjuk minek vannak, mert nem mellettünk voltak ők se. És odajött, és megmondta, hogy megjegyzi a pofámat, puskával majd a fejem belül, akárhol elkap. Lássák, rendőr urak, mondom, hogy követnek minket. Mint a piócák úgy rátapadnak, mondom, mert erre nincs törvény. Nem lehet őket megadályozni. Mondom, magas nem lát, se nem hal, hiába van. Azt mondja, hát persze. Azt mondja, és nem látok, se nem hal. Hát úgy kezelgettek vele, beszélgettek velük. Hát úgy teszett az egyik betyársereknek az egyik rendőr, hogy kérlek szépen, Norbi, ne menjél már a cigánsorban. Milyen dolog ez? Még a nevőről szólította. Igen. A rendőrség a mi álláspontunk szerint jogszabályok alkalmazásának az elmulasztásával nem védte meg a helyi roma közösséget ettől a rasszista atrocitás sorozattól. Tétlenül nézte, hogy ezek az egyenruhás emberek megfélemlítik a romákat. A rendőrségnek az volt az álláspontja, hogy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület egy úgymond joghézag miatt jogszerűen volt jelen a településen. A mi álláspontunk az, hogy nem volt jogszerű a megfélemlítő járőrözés, és számos olyan szabálysértés, illetőleg büntető tényállás van, amelyek kapcsán hivatalból eljárhattak volna velük szemben a rendőrök, és már a cselekménysorozat legelején megállíthatták volna ezt az egész akciót. Ide bejött a járda szélihez a kettő kopasz, már avval a kővel, ott is van a két kő. És bedobtam egy tabakot, mikor a folyosorúz, erre beszaladtunk a
A fürdőszobába bezárkózunk, nem mertünk kijönni. Egyik ide csapódott be, ide csapódott, itt volt, igen, egyik itt, másik itt volt el. Hát itt oldalon dobta el. Sajnos a rendőrállátás is van, hogy bejött, mutatta meg, hogy mi van, követ felvette, kiosztolásra letette. Ennyi volt. Mondom, uram, a helyszínen ők, ilyenkor az a szokás, az se, arra nem szól semmit. 10 perc. Még a talán 10 perc, talán még annyi se. Az, hogy a, nem kitalálja? Meg ilyeneket mondtak. Tannap itt volt lent a belügyminisztérium, teszett egy ígéretet, hogy ameddig ő így belügyminiszter lesz, addig itt se fekete ruhások, se védőruhások nem jelentnek meg, mert abban a pillanatban beviszik őket. De hogy a közeljövőben mi lesz, én nem tudok ebben kapcsolatban semmit mondani, mert úgy gondolom, hogy legyen bármi is, de egyik napra a másikra úgyse fognak eltűnni azok a személyek, akik továbbra is provokálni fogják a romákat. Itt fegyverrel lófálnak az utcán, van-e fegyverviseleti engedélyük, vagy ilyesmi? És akkor tényleg itt meg a barátom, egy születésnapot ünnepli. Hát itt szokottunk beszélgetünk, aztán itt kiabál. Ettől esetleg kiért mondtak? Dehogy ment, hát itt a hintánál volt a maximum, meg itt voltunk fönn, és itt ott a ház előtt itt kiabálnak, meg ott lent itt a pincék előtt kiabálnak. Szoszimó. Hát ez a baj, hogy szoszimó. Előbb jöttem hazafele, és az úriember valamelyik nép pisztoly volt. Ön áll a kék pólósnál. Én áll pisztoly volt. Itt próbálsz, hát nem állsz oda. Könyörgök, nem állsz oda, te mondtad. Öreg, bizonyítsd be. Te mondtad nekik, hogy őt ezt hagyjad, mert ő kivételes. Jövök haza a munkából. Igen, és mit mondott a pisztolyodnál, igen? A munkából hogy jössz, az a mennyi a fürödjél, az feküdjére. Ne hogy látod, hogy pisztolyod nála. Igen, na, de milyen messze? De mit jöttem el? Rád mondott valamit? Valamit, Szoszimó. És hol látod a pisztolyodnál? Itt az erkélyen. Ott. És milyen fegyver volt ez, kézi? Maroplő fegyver? Igen. Milyen színű volt? Hát ezt nem láttam. Hát most a színű. Próbált lövöldözni. Volt. De azért mondom, könyörgök, én nem is ártottam itt senkinek. Ismersz nagyon jó, itt lakok az utcában. Nincs ez semmi probléma. Nem kell a hülye szöveg, hogy ismersz. Figyelj, de nem kell ezt csinálni. Ezt, hogy semmi gond, hogy csinálj gyerekes. Most különben ő az úriember, ugye? Én a vő vagyok. Én vagyok. A főcsizem, ők az én barátaim. Szóltunk meg előre. Igen, jövök lefelé, azt próbált lőni, azt nem tudom, rád, hogy... Rád? Nem rám, arra fölfele. Ha akarnánk lőni, már rég megdöglöttél. Elmondom neked, barátom. Ilyen kijelentésekről. Tartózkodj, semmi gond nincsen. Elmondom neked, barátom. Hogy téged itt senki nem is látott. Csak nem húgyatok a kocsiba. Azt tudom mondani, hogy semmi probléma. Holnap is el fogunk költözni az egészen Gyöngyöspataláról. Összeszedjük a gyerekeinket, összeszedjük az egész családunkat, mert 2 hónappal terrorba vagyunk. Nekem nem mondja, uram, én napunknak. Jó, itt vagyunk. Úgyhogy nyugodjanak meg, nyugalom van. Most kellett elvinnem 3 kiskorú gyerekemet, mert 2 házal fölöttük lakok. Ha már 2 hónapja meg vagyunk nyugodva. A rendőrök előtt, hogy ha azt akartuk volna, akkor rég megdöglöttél volna. Jó éjszakát, fiúk! Nem! Gyere fel! Alex, get out of here!
hetero közül. Igen, igen, aki biztosan, akit én is láttam, meg mások is láttak, az a fényben. Próbáltam kihozni. Kit? Nem ismerem. Lement, próbáltam kihozni, nem tudtam kihozni. Mi történt vele, gyerek? Leütték ezek a gárdisták, 14 éve gyerekes. Mindegy ezeknek, kisgyerek, nagygyerek, ilyen gyerek, olyan gyerek, mindegy ezeknek. Nos, megtörtént a probléma, ők kezdték el. Nem mi. Provokálták az embereket hónapokon keresztül. Nem szóltunk egy szót, mert hallgattunk a vezetőinkre, hogy ne csináljuk, mert baj lesz belőle, ne csináljuk. Tartottuk magunkat, tűrtünk sokáig. De ezt ők csinálták. Ide minek kell tisztelni a véderőnek? Minek? Nem volt elég? Az teljesen nyilvánvaló, hogy mit kellett volna csinálni már hetekkel ezelőtt is, de ugye a gyülekezési jog meg a gyülekezési szabadság mögé bújnak azok, akik valójában provokálják az ott élőket. Érte. Tehát én azt látom, hogy most vagyunk abban a helyzetben, amikor 10 emberből 9 azt gondolja, hogy ez így nincsen jól. Tehát itt most már nem arról van szó, hogy kinek van joga gyülekezni, meg magánterületen kiképzést tartani, meg a rendőrséggel való együttműködés nélkül polgárőrséget színlelni, vagy akár polgárőrként fölépni. Az egész ország azt látja, hogy ez az erőszak felé megy. És az erőszakkal szemben meg kell védeni az embereket. Mindenfajta erőszakkal szemben. Ez az állam dolga, és ez a miniszterelnök dolga is. Csak roma személyeket vontak eljárás alá ennek a tömegverekedésnek a kapcsán, tehát nem vizsgálták tudomásunk szerint legalábbis azt, hogy a szélsőségeseknek milyen szerepe volt ebben az eseményben. Nem jártak el a szélsőségesekkel szemben, elközben elkezdték a helyi romákat különböző bagatell jellemzően közlekedési szabálysértésekért bírságolni, olyan szabálysértésekért, amelyeket a szélsőségesek is elkövettek. Tehát például azért, hogy valaki gyalogosan nem a járdán, hanem az úttesten közlekedik. A polgármester választás eredményes volt. A választási eredmények alapján Gyöngyöspata község polgármestere Juhász János. Juhász úr, a képviselőtestület mire számített? Hogy tud velük együtt dolgozni? Erre vártunk. Egész életünk. Én minden építő ember számára segítőközet adom. Nincs különbség abban, hogy polgár, vagy testületi tag, vagy bárki. Polgárháborút vizionál, de csak felkészülten harcolna a Fidesz rendőrei ellen Juhász Oszkár, Gyöngyöspata jobbikos polgármestere. Ez derül ki egy az ATV birtokába került hanganyagból, amelyen a 2011-es időközi választás előtt beszélget a Jobbik színeiben induló, akkor még polgármester jelölt és helyi kampányfőnöke, valamint a Szebb Jövős polgárőrök. Ezzel sincs gond, mert előbb-utóbb úgyis megtörténik. De akkor kell megtörténnie, amikor a mi nyereségünket végződhet. Mert most... Amikor megfelelően fölkészültek vagyunk létszámban, technikai felszerelésben, mindenben. Most gyerekek úgy lenyomnának minket, mint a bélyeget. Ez mint a bélyeget úgy lenyomnának most minket. És nem az a baj, későbbiekben sem lesz arra idő. Egy ilyen nevező polgárából eldöntek későbben sem lesz arra idő, hogy itt hetekig, hónapokig háborúzunk nincs. Néhány napon belül le kell darálni. Ha elindul, akkor néhány napon belül le kell darálni. Végül is a kormány lépett, tehát miután a tömegverekedés megtörtént, azután a kormány vészes gyorsasággal módosította a büntető törvénykönyvet és a szabálysértési törvényt. Bevezettek több olyan tényállást, ami alapján fel lehetett volna lépni a szélsőséges járőrözőkkel szemben. Azonban azóta azt látjuk, hogy ezeket az új bűncselekményeket, illetve szabálysértéseket sem alkalmazza következetesen a jogalkalmazó. Erre egy nagyon jó példa a devecseri szélső jobboldali tüntetés. Mindenki tudja,
Úgy szaporodnak ezek a férgek, mint a patkányok. Az elkövetkezendő években meg fog többszöröződni ezeknek a sátánfagyzatoknak a száma. El kell zavarnunk a rajtunk élősködő, horgasúró érdeket kiszolgáló, magyar pusztító, országromboló, hazaáruló bűnbandát a Kárpát-medencéből. Az egyik cigányok által lakott házra egy nagyobb tömeg, tehát egy több tíz fős tömeg elkezdett üvegeket, köveket dobálni és súlyosan cigányozni. És mindeközben ott áll a rendőrség, látható a videófelvételeken, próbálják megakadályozni, de hát nem jut eszükbe, hogy ezek az emberek rasszista bűncselekményt követnek el tömegesen, és hogy azért őket abban a pillanatban elő kellene állítani a rendőrségre. Oszkor cigányok! Gyertek ki, tolvajok! Megnettek, baszva! Menjünk lefelé! Azért az nem! Gyere ki, cigány! Hosszat cigány gyerekek! Kurva anyátokat! Megzöbletek! Utóbb feljelentések nyomán megindult a nyomozás amiatt a bűncselekmény miatt, amit mi gondolunk, hogy itt megvalósult közösségtagján erőszak, ami egy gyűlöletbűncselekmény, de valami 8 vagy 9 hónap kellett a rendőrségnek arra, hogy ez, ennek megfelelően minősítse bűncselekményt, és emiatt folyjon a nyomozás. Devecseren kívül más településekről is kapunk információkat, ahol a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület úgymond rendfenntartó tevékenységet végez. Például Magyarbánhegyesen, ami egy Békés megyei kis település. Hát kb. Olyan 30 éve lakunk itt Magyarbánhegyesen. Soha nem volt itt ilyen probléma, csak mióta megjelent ez a Szebb Jövő. Egyenruhánk nincs, formaruhánk van. A fekete oldalzsebes nadrág, fehér ing és fekete Szebb Jövőért mellény. Ami polgárőr felirat nélkül van már, mivel polgárőr tevékenységet nem folytatunk, amióta felfüggesztettek minket a tevékenység folytatása alól. Ők azzal próbálják kivédeni, hogy ők nem valósítanak meg szabálysértést, meg bűncselekményt, hogy ezt a tevékenységet most már nem járőrözésnek hívják, hanem megfigyelő tevékenységnek. Nem járőrözt. Nem járőrözött. Mi a különbség pontosan? Én ezt nem értem. Tehát, ez csak a két, a járőrözés, a szó, amit nem használunk. De gyakorlatilag ugyanaz. Ugyanaz a kettő. Bárhol menjünk, megállítanak minket, mindenfélét kitanálgatnak és úgy támadnak minket, úgy zaklatnak lakásainkon, kisgyerekekkel. Hát az volt odaírva ide a Szebb Jövőért, meg volt rajta a sapkal is. Ezek régi barátjaim voltak, mind egytől egyig. Egy utcában neve Szebb Jövősök. Együtt jártunk kocsmába, együtt jártunk biljárdozni, az én utcámban nevelkedtek. Az én utcám, ez a Norbi, az nálunk evett, nálunk tőlünk hitelezett. Mi ugyanúgy vissza tőlük. És mitől változott ez meg? Ezt én is szeretném tudni, hogy mitől változott meg. Mitől változott meg? A legjobb példa a jogalkalmazói kettős mércére, vagyis a romák hátrányos megkülönböztetésére az igazságszolgáltatásban, az éppen az, hogy amikor romák a sértetjei gyűlöletbűncselekménynek, akkor az esetek nagy részében vagy el sem indul eljárás, vagy hogyha elindul eljárás, akkor nem gyűlöletbűncselekmény miatt nyomoznak, hanem valamilyen kevésbé súlyosan büntetendő bűncselekmény miatt. Igaz ez még a romák elleni legsúlyosabb 6 halálos áldozattal végződő 2008 és 2009 között történt rasszista sorozatgyilkossággal kapcsolatos nyomozásra is. Az állam felelőssége is, hogy a nyomozó szervek ebben a sorozatgyilkosság ügyben nem ismerték fel időben a cselekmények rasszista jellegét és indítékát, sőt volt olyan eset, ahol az első nyilatkozatokban leplezni igyekeztek azt, hogy egyáltalán bűncselekmény történt. Csak a tatárszentgyörgyi kettős gyilkosság után jelentette be a rendőrség azt, aminek a lehetőségét már sokkal korábban vizsgálni kellett volna, hogy összefüggés mutatható ki a romák elleni támadások között, de még ekkor sem foglaltak állást abban a kérdésben, hogy rasszista indítatásúak a bűncselekmények, csupán nem zárták ki ennek a lehetőségét. Külön kiemelést érdemel a tatárszentgyörgyi eset. Bizonyos cselekményekről tudunk, amely
közvetlenül a nyomozás megindításakor bekövetkeztek a helyszínés során nyomok eltüntetése, füstmérgezés is még sorolhatnám. Hogyan lehetséges az, hogy a rendőrség, a nyomozóhatóság, a tűzoltóság így reagált, különösen erre az esetre, de az összes többi esetre? Az állami és társadalmi felelősség jelentős ebben az ügyben, de ez a felelősség a vádlottak felelősségét nem csökkenti. Aljas indokból kioltották 6 ember életét, gyáván lesből fegyvertelenekeket mészároltak le. A megfelelő büntetés talán segít a rasszizmus tébolyát visszakergetni a történelem süllyesztőjébe. Én ehhez kérem a tisztelt törvényszék segítségét. Köszönöm. Tehát a romákkal szembeni rasszista bűncselekményeket rendszeresen alulminősítik. Ehhez képest elindult egy olyan tendencia, hogy romákat vádolnak meg közösségtagjelni erőszakkal, vagyis magyar ellenes gyűlöletbűncselekményekkel. Miskolcon a Muszkás oldalon 2009. március 15-én elterjedt a hír, hogy skinheadek, fajgyűlölők fogják megtámadni a cigányokat. Mivel ekkoriban zajlottak a cigányok elleni sorozatgyilkosságok, a helyiek a házuk előtt gyülekeztek és őrtüzeket raktak. Majd az éjszaka során egy arra többször lassan elhaladó autóra botokkal rátámadtak. A szélvédőjét beverték és 104.000 forint kárt okoztak benne. Senki nem sérült meg. Ez a magyar nemzet ellen, magyar lakosság körébe tartozó csoportok ellen irányult ez a cselekmény. A 11 vádlottat első fokon összesen 41 év börtönre ítélték közösségtagi elleni erőszakért. Tehát, hogy rasszista indítékból követték el a bűncselekményt. Nem kérdés, hogy a romák nem megfelelő, vagyis jogellenes eszközt alkalmaztak a saját maguk, illetve családjaik megvédésére, tehát ez egy bűncselekmény, amit elkövettek, mi nem ezt vitatjuk, hanem azt állítjuk, hogy ez nem gyűlöletbűncselekmény. A gyűlöletbűncselekmények lényege pontosan az, hogy előítéletindítékból egy sérülékeny csoporttal szemben követi el az elkövető. Ebben az esetben se nem előítéletindíték nem volt, hiszen ők félelemből, illetőleg önvédelemből cselekedtek, és nem egy sérülékeny csoporttal szemben, hanem pontosan egy rasszista csoporttal szemben, akiktől nekik volt tartani valójuk. Ebben az ügyben végül másodfokon a bíróság nem tartotta bizonyíthatónak a romák magyar ellenes indítéket, és ezért garázdaságnak minősítette a cselekményt, és enyhítette a büntetéseket. Ugyanakkor egy nagyon hasonló ügyben, ami Sajó Bábonyban történt, szintén 2009-ben a sorozatgyilkosságok idején, a debreceni ítélőtábla még súlyosította is a magyar ellenes cselekményért kiszabott büntetéseket másodfokon. Szegény, ez meg se szólal, aki gazdag, az meg azt csinál, amit akar. A rendőr furcsa módon mindig a cigányokat, vagy a ladásokat, vagy az olyan embereket állítja meg, akiknek látszik, hogy barna bőrű, és azokat büntetik meg 30-40 ezer forintra. Ha bemész az Oceanbe, akkor hiába látja, hogy van pénzed, de akkor is, hogy te fekete vagy, akkor mennek, az kísérnek, segíthetnek-e valamiben. Tegnap lerobbant az autó, a barátom, akinek két munkahelye van, és nagyon jó egzisztenciával él, és utána rá akarja kívni a helyi gazdáka, rendőrséget, mert ő biztos kukoricát lett. Érted? Ötezer, ez fog már meg egy pillanat, amíg nem odajön. 4000, 5000, 6000 és 12000. De még azt hozzátenném, amikor megkérjük részletre, 3000 forintos okmánybélyeggel kell ellátni. És úgy kell beküldeni a rendőrségre. Úgy engedik meg, hogy részletre fizess. Miközben egyfelől azt látjuk, hogy nem védi meg a rendőrség a romákat az ellenük irányuló erőszakos cselekményektől,
Azzal egyidejűleg nagyon sok helyen tapasztalható a rendőrség zaklató jelenléte a kisebb településeken elsősorban. Kifejezetten a roma település részekre koncentráltan. Romákat különböző bagatellszabásértésekért bírságolnak. 2 éve körül? Hogy mennyi? Kicsike, mennyi? Már mondták a többiek, hogy ne szájszkodjak vissza a rendőröknek, mert akkor jobban rám szállnak. Én még ugyebár még nem hagyom magamat, mert ezt nem szabad. 21 darab csekk. És azért nincsen több, mert ugye mikor nem tudtuk kifizetni, akkor sajnos le kellett neki ülni a börtönbe. És plusz 27 ezer forintot is, ami beviszi börtönbe, szállítási díj. Ez körülbelül egy hónap. És ebből a bicikiből. Itt ült elő a gyerek. Itt ült a biciklien, ide ültek. Ott toli a gyereket. Hát ugye őrli meg. Tolta? Igen, tolta. 20 000 forintot. Bocsánat, hogy így mondom, széle húgyozni nem szabad, mert az magadra megy. Minél többet beszéltem volna, akkor 50-re mentünk volna. Inkább jobb volt, a dugót nyertem. Kérdezték, hogy lámpa? Hát mondom, rajta. Nézik. Jó, rajta. Első fék, mondom, rajta. Csengő, nem látja, mondom, rajta. Hát azt mondja, kopott a gumia. Azt ki kéne cserélni. Ja igen, meg a pedálban nincsen az a fény visszaveri. Ség is mennyire büntettek meg? Akkor 5 000. Legutoljára 10 000. Legutoljára 10 000-re büntettek. Azért, mert hogy néz ki az én biciklim, össze-vissza van kábelozva, és ha beakad valami, akkor fejrelsek vele, vagy mit tudja, mert ezért nem tudtam üvve belekötni. Fent a szala végé 20 000, lent a szala elején 20 000, az már 40 egy nap. De miért büntettek meg? Biciklivel. Itt mondtak, hogy miért büntetnek meg? Szabálysértésé. De milyen szabálysértésé? Én még azt most se tudom. Van milyen? A lámpa a biciklivel? Mindenem megvan. Első, hátsó lámpa, villogó, zöld mellé, személyigazolvány, mindenem rajta. Tolom a biciklit, engem megállít, ugyanaz, aki megbüntetett fent, Csíkos Lórán, jöjjön ide, maga válasszon. 19 és 21 kezett egy számot. Mondom, nem válaszok, akkor magának többet ér, ha 70 000 forint értékben feljelentem. Nem muszáj voltam válaszolni. Elsőnek mondtam azt a 19, azt mondja, nem szabad, mert nem páros. Akkor mondom, 20. És mit? Mondtam neki, 20. Akkor megírta a csekket. Léptél már valamit ezekben az ügyekben? Hát igen, meg akartuk kérni a részletben, nem engedik részletben. Bíróságon. És ott mit mondtak? Azt mondták, hogy menjünk a rendőrséghez, a rendőrség elküldött minket a tanácshoz, a tanács meg azt mondta, nem adja meg részletre. Általában csak a bicikli miatt büntették. De ugye, hogy nincsen bicikli, már ugye ellopták az udvarról, most már csak gyalog jár. Most már azért is megbünteti. Ha most itt tartok a 33 ezer forintnál. Már zebra nincsen ugyebár, aztán egyik járdra a másikra mentünk. És ő jött a hátunknál, már fényképezett, és akkor hallottam, hogy ugye megállít. Szóval Józsukám, gyere csak, mondom, mi van Csavikám? Hát ugye már ő tegézengem, akkor én is tegézem őtet. Azt mondja, hogy elismeri ki a szabálysértést, mondom, nem. Aláírnak, nem. Akkor még nekem azt mondja, ugye Józsi elindult, de azt mondja, én álljak meg. Megkérdezi, hogy vagyok én körözve. Oda nézzük, mert a többiek is adminek gyalogosan én. Az út szélén. Azokat akkor miért bünteti még? Nincs ezért a felfestve sehol se, szerintem nincs, nem látta. Előfordul olyan, hogy az emberek a kocsi után közlekednek? Közlekednek, ott is van végül is járda, de teljes folyamatos járda nincsen végül is mindenütt. Bíróságon is bemondtam, hogy a tisztelt bírónő. Hát már pályázik rám. Nem hagy békémet. Levittem a kutyámat sétálni, és lent az alsó temetőnél van az őt híd. Ott beengedtem a patakba a kutyát egy kicsit, mert nagyon meleg volt. Azt addig nem tettem rá szájkosarat, egy 5 percet, azt úgy volt kint az úton. Azt a rendőr, hogy jött, akkor megállt, azt mondta, hogy feljelent. Ez történt, és 20 000-re büntettek. Mentünk a boltba, és a kocsit nem lehetett tolni, a babakocsit fel a járdára, mert nagy a babakocsim, és nem fér fel. És meg a járda se jó. A rendőr azt mondta, hogy izét követtük el szabálysértést. Engemet a 5 000-re, meg a férjemet is 5 000-re. Azt mondta, hogy ha nem fogadjuk el, akkor több lesz. Tetszik tudni, hogy itt 25 000 forintos büntetéseket tasztanak azért, mert nem a járdán mennek? Hogy csinálják meg a járdát, hogy nagyon rossz legyen. Ott, ahol az az erdő, nem? Igen. Van ott lépcső. Igen. Az olyan rossz a járda, hogy megbocsatott a lábam, kiterültem. Megmondom nyíltan, hogy a kislát most már nem is viszem kocsiba, csak a kezembe.
már nem akarok fizetni, miből fizessek, mikor így is alig tudunk megélni. Hogyha egyenként nézem a bírságokat, akkor azok jogszerűek. Viszont, hogyha a bírságok összességét nézzük meg, akkor kirajzolódhat egy etnikai alapon aránytalan bírságolási gyakorlat. Hallottam, hogy a romákat, ha már így vagy, hogy mondjuk cigányokat, hogy jobban megbüntetik, hamarabb megbüntetik. Bocsánat, zavarhatnánk egy szóra. Igen. Szoktam ezt illetkozni. Munkahelyre járkod azzal meg mindenhol. Még nem volt olyan. Hogy elkapott a rendőr. Mindig biciklivel közlekedek. Ezzel, kerékpárral. Ezzel biciklivel, ha igyekszek valahova. Még ilyen nem volt, hogy a rendőr megállított biciklivel. Még eddig nem büntettek meg. Engem még nem állítottak meg. Nem, még eddig hál' Istennek nem történt velem elő, de már hallottam, hogy volt ilyen. Nem állított meg se rendőrség, se tűzoltóság, semmi se. A múltkor jövök szintén úgy. Hazafele a feleségemmel, majd nekem a feleségem az nem cigány, magyar a feleségem. Ő nála is a kerékpár, én nálam is a kerékpár. Ő nála nincs kivilágítás, én nálam van. Kit állít meg persze engem, feleségemnek azt mondja, maga menjen tovább. Mert nem tudta, hogy a feleségem, azt mondja, maga menjen tovább. Azt mondja neki a feleségem, azt mondja, most a fiatalembert azt mondja, mi állította meg, azt mondja. Fiatalembernek lámpája van, világítása van, azt mondja, a bőrszíné állított meg, azt mondja, állította meg a férjemet. Akkor megtudta a rendőr, hogy a férje vagyok, azt mondja, mindegy, azt mondja, ég a villogója, de ez is fényes nappal van persze. Meghajtom neki, bekapcsolom a villogót, hát egy nagyon picit fényes nappal világít. Jó, azt mondja, 3000 forint helyszíni bírság, azt mondja, nem fizeti ki, följelentem. Mondom, tudod mit? Mondom, jelentsél föl. Körülbelül 150000 forint ilyen csekkem van otthon. A rendőri zaklatásnak a legszélsőségesebb esetei azok, amikor romákat bántalmaznak a rendőrök. Ilyen eseteket szinte lehetetlen bizonyítani, hiszen egyedül van az áldozat ebben a helyzetben. Jellemzően ezt több rendőr egyszerre csinálja, és ők nagyon ügyesen tudnak egységesen tanúvallomást tenni, úgyhogy eddig még nem volt olyan ügy, amiben ezt sikerült volna bírósági szakig eljuttatni. Nem lont húztat a fejemre, úgy vert itt a lábamat a dumibottan. Azért volt 30000 forint büntetésem, 11 órától beültetett egy buszra, elvitt a orvosznál, nem bántott akkor. Megy vissza, hát orvos, visszaütetett a buszra, innen Gyöngyösi egyit, végig ütött vár. Hárman üttet, tetten üttet, egyit vezetett, egy tettőmet ütött. Az jutott a tudomásomra, az egyik szülő szólt, hogy a fiamat az iskolába a helyi rendőr ráhitte az igazgató, mivel hogy nem tudom mi történt, a mosdóba verték a fejét, meg a földön rúgdosták. De ki verte a fejét a mosdóba? Hát a helyi önkéntes, vagy KMB-s rendőr. Torkufog belevált a sarokba. Igazgatóné ült az oldalt, székbe kávézott, meg nevetgéreztek, röhögtek rajtunk. Benyúlt ide, mondta gyúsz, mondta neki, hogy nem gyúlt, meg ilyenek, fenyegetett ilyen izéket. Aztán rám rúgott egyet, ide vált, oldalra vágott. Elestem, többet meg kocsiból nevettek. És akkor azt látta valaki, hogy megvertek? Nem. Mindig úgy csinálja, senki nem láss. Nincs tanulni. Nincs. Direkt úgy csinálja, csak hogy neki legyen tanulni. Mindig mellette egy társ, vagy kettő. Nem csak velem történt ez, meg nem csak hármunkkal, hanem ugyanúgy többiekkel is. Sokkal, nagyon sokkal. Zsuri nényémnél voltunk, egy kicsit itt iszogattunk. Te is? Én nem. Csak a felnőttek. Apukám hazajött három testvéremmel és az unokabátyámmal. Mi követtük, ugye már jöttünk haza, Zsuny enyém elkísért és Zsuny bátyám. Jöttünk, már a főúton tartottunk és kiszólt a rendőr, hogy egy kicsit halkabban. Mondtunk neki, hogy jó. Aztán tovább jöttünk itt a mi Széchenyi bekötőnél, követett minket lassan. Aztán kiszállt, anyukám a fajtlanul beszélt, aztán arra vágt a kocsi ajtóhoz, és én odaálltam elé,
hogy ne bántsa. És pofon vágott kétszer, én visszaadtam neki, aztán hempeltük a földön, Robbátyám visszaért, nem is kérdezett tőle semmit, kirúgta a lábát, megbilincselte, aztán engem is, rám egyre rászorították a bilincselt, aztán bevittek minket az ősre, ott megvertek, orvoshoz nem vittek el, anyukámhoz nem engedtek, aztán kiengedtek vécére, a kapuőr az kiengedett, aztán jött egy rendőr, gyomron vágott egyszer, 5 pár vizet kellett meginni, aztán kiengedtek minket reggel, ennyi. Meg nem sejjünk a falura, az az igaz. Minek? Tanálkozunk meg, eljön annak. És a régi kárendés, az milyen volt? Az rendes volt. Az rendes volt. Az már egy este volt, hogy 9 vagy 10 óra volt. Szóval fiúk, nem lehet fent lenni, menjetek haza lészős. Fogadtunk, szólt szépen, hazagyöttünk. Nem ezért durváskodott, hogy valami, hogy mit kerestek fent. Szépen szólt hozzánk, az gyöttünk hazafele. És mi nem lehet este 9 után falmenni? Nem tudom. Például most megkíván a gyerekek egy kólát, van este, fent van ez a ceruza, 10-ig van nyitva, vagy meddig. Ez felmegy kólája, akkor mindig meg fog gyilkolni. Csak nem mentek fel este 9 óra? Nem. A 9 óra egyen már nem lehet. Mentem fel a falura, a bolt előtt Tamás megállított, kérdezte, hogy hol van a férjem. Mondtam neki, hogy nem tudom, mert most kiment valahova, és ő meg úgy tett nekem, ha nem fogom megmondani, hogy hol van a férjem, alám rúgdos olyat, hogy a gyerek ki fog pottyenni belőlem. Én meg erre megválaszoltam, neki megmondtam neki, hogy mire feltámáskál, mondom, nem olyan könnyen van az, hogy te rúgdos óról. Mi jön ahhoz, hogy egy 12 éves gyereket lepofozzon? Azért, mert ő rendőr, meg valakinek rangja van, legyen tisztában a rangjával, mert ne gondolja azt, hogy itten analfabéta cigányok lak. Rendre szétverik a romák családi ünnepeit, és ez lehet a temetés megelőző virasztaláson át, a ballagási banketten keresztül a keresztelőig, és olyan mértékű agresszióval és elképzelhetetlen fizikai durvasággal lépnek föl, és verik szét a gyerekeket és asszonyokat is, amit egy nem roma honfitársunk talán el se tud képzelni. 4 unokámat keresztelték. Kijött egy kocsi rendőr, azok felszólítottak, hogy vegyünk lejjebb a hangot, de lejjebb is vettünk. Rá egy fél óra múlva már 3 kocsival jöttek. Mentek a sátorba, de ők már úgy fújkáltak le mindegyiket. És nem bánták, hogy a járnyomnál 5 hónapos kicsi van. Itt volt a sátor, sörsátor volt kihúzva, és akkor itt letérgyepeltem a rendőröknek, hogy menjenek ki. És itt fújkáltak le. A nővéremet innen kezdték el hódni, és odáig húzták. Ezt mi okozta ezt a sérülést? Ezt a rendőrök, hogy húzták hátadőrba ki. Sikított nekem a kislány, hogy anya nem látok, anya, mert gondolom nyelhetett, és a gyerekeim már nem láttam, mert én is le voltam fújva. Hogy anya, nem kapok levegőt, anya, nem látok, anya, fuldoklok. Jellemző ezekre a mély szegénységben élő roma emberekre, hogy nagyon alacsony a jogérvényesítési képességük, tehát egyfelől nem is igazán vannak a tudatában a jogaiknak, meg a jogorvoslati lehetőségeknek, de az is jellemző, hogy abszolút elvesztették a bizalmukat a hatóságukban, és sokszor azt élik meg, hogyha panasszal fordulnak a hatóságokhoz, akkor a dolog vége az lesz, hogy ellenük fordul az eljárás. Ugyanúgy, mint hogy az egész társadalomban nagyjából az az arány, hogy legalábbis a kutatások szerint, hogy nagyjából a felnőtt társadalom 3/4 előítéletes a romákkal szemben, nyilván a rendőrség állományán belül ez az arány, ez hasonló, és ez vezet ahhoz, hogy máshogy bánnak a romákkal, mint a nem romákkal a hatóság tagjai. A kormány részéről van egy ilyen kifele, így főleg az EU fele, van egy olyan kommunikáció, hogy itt ez a kormány milyen sokat tesz a roma integrációért. Másik oldalról pedig azt látjuk, hogy kifejezetten átveszi bizonyos helyzetekben a szélsőjobb retorikáját a kormány, illetőleg hát olyan lépéseket tesznek, amelyekkel nyilvánvalóan olyan szavazóknak akarnak kedvezni, akik előítéletesek a romákkal szemben. Ez a fajta rendészeti típusú megközelítése a problémáknak, az kifejezetten arról szól,
hogy szavazatokat szerezzünk. Próbáljuk meg ezeket az embereket, akikkel problémánk van, eltüntetni a látható világból, tehát szegregáljuk őket amennyire lehet a lakhatási szinten is, akiket lehet rakjunk minél hamarabb börtönbe, ne lássuk a problémáikat, ne kelljen vele foglalkozni, és ezzel ráadásul még szavazatokat is lehet szerezni. Én azt látom, hogy nagyon kevés roma ember van ott bent ott a parlamentben is, olyan helyeken, ahol döntenek mi sorsunkról. Számtalan faluban voltam, és legtöbb csak magyar van bent, mint képviselő is, mint alpolgármester, vagy bármilyen dolog. Mi nagyon keveset veszünk ebben részt, hogy mi tudnánk mondjuk fentről esetleg támogatni a romákat. Nem csak a rendőrök, ha rendőrök leszállnak rólunk, a rendőröket mostanában kezdtek el kerekedni. Amikor a helyi önkormányzat próbál megkeseríteni az életünket. Nem azért vannak, hogy tényleg, hogy bepróbálják az embereknek tényleg jó viszonyt teremteni, hogy meg tudjon élni, munkát teremteni, ahogy ígérték. Nem, hanem ők azon vannak, na, hogy ezt mennyire büntessük, ezt annyira, menjenek el innen más településekre. Az, hogy egy önkormányzat, mint konstrukció diszkriminál-e, valószínűleg ezt így nem lehet kijelenteni, az emberek annál inkább megalkotják azokat a szabályokat, létrehozzák azt az intézményrendszert, ami aztán hátrányosan megkülönböztet, és ez sajnos tényleg minden az élet minden területén tapasztalható, lakóhelytől kezdve iskolán át a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. Mára azért kialakult az a gyakorlat, amikor lehet úgy cigányozni, és lehet úgy cigányellenes rendeleteket és jogszabályt alkotni, hogy egyszer nem hangzik el a cigány szó. De akkor, amikor a szociális segélyezetteknek rendbe kell tartani a portaikat, mert ellenőrzik, vagy meg különböző életviteli kritériumokat kötnek ki, akkor ott mindenki pontosan tudja, hogy a legszegényebbekre és elsősorban a romákra gondolnak. A tiszta udvar, rendes ház szabály az egészen odáig megy, hogy az ellenőrző hatóság, a helyi önkormányzatnak az ügyintézője beléphet a lakásba és megvizsgálhatja a helyiségek és a mindennapi életvitel tereit. Volt egy olyan, hogy a segélyemet felülvizsgálták, kijöttek, megvizsgálták, hogy milyen állapotú az udvar. Azt mondták, hogy szemetes, nem vagyunk bejelentkezve, ezért megbüntettek minket 50 000-re, engem 50-re, az öcsémet 50-re, az öcsém feleségét megint 50 000-re, anyámat 50-re, illetve az élettársamat 150 000 forintra büntették. Lakcímbejelentés elmulasztása mellett az udvarnak az állapota volt egy következő, ebtartás szabályainak a megszegése, egy háztartásra 350 000 forintos bírságot mondtak ki. Feküdtem az ágyban, kopogni se kopogtak, jöttek be a rendőrök. A lakcím ugyanúgy 20 000 forintra büntettek. Itt van a csekk is, és nem is kevésre büntettek meg. 6 hónap alatt körülbelül? 500 000 forint. És azért büntettek meg, mert hogy akkor a lakcímkártyátok még ez volt, viszont nem ott laktál, hanem ebben a kisházban. És nem mondanak semmit ilyenkor a rendőrök, hogy... Azt mondják csak, hogy jelentkezzek be, de hogy. És az önkormányzattal voltál, hogy... Voltam. És ők mit mondanak? Mondták, hogy lakhatom a házat, csak hát rám vannak szállva a rendőrök. Rengeteg önkormányzati lakcím nyilvántartási rendelet van, ami egytől egyik alkotmányellenes, és természetesen arra jó, hogy a helyi elit azoknak az embereknek engedje meg a lakcím létesítést, és ezáltal a ellátásokhoz való hozzáférést, és a legitim jogszerű ott tartózkodást, akinek akar. A nézését, ott van. Ezt ki csinálta? A Ziki. Hát ott. Ez az Ziki. Kipakolták a bútorokat. Itt van mindenkinek, ami volt a cseppolmi jogszegényeknek. Hát újra szegények. Nem gazdagok. És ez a Ziki, lássátok. Az ilyenként feltenni az internetre, hogy lássák, ne azt mondják, hogy a cigányok bontják, hanem a Ziki.
Ki kezdte ezt elbontani? A komszor. Most reggel. Uh-huh. Kijött egy kocsi rendőr, foglaló. Nem szólhatott senki. Itt van. Hát ott vannak összetördölve, gyertek, nézzétek. Azt is ők kapták le. Itt van meg. Nézd meg. És most mindent kipakoltak ide? Ide meg, ahova tudtál szegények. Látod? De... Miért jó nekik, hogy önnelesen belakni, hogy ez a... Erre ment is. Arra már nem bírták fizetni a lakbért, mert nincs pénzek, érted? Nem, nem, de ugye ezért, hogy miért jó, hogy ez leszedi az ajtókat, meg nem tudom. Hát azért, hogy menekültözünk vissza. Hogy senki sem. Senki sem, így van. Nézzem, szépen lettek házukat. Ezt reggel korán jöttek? 10 óra felé. Itthon voltál? Ma tegnap jöttek, hogy ma legyünk észben, hogy mert... Mi? Meg kipakolnak. Ezt most hol laktok? Még ebből is ki. Ott lent. Hol? 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 Majdnem. És ezért kérik a pénzt, az ilyen házat. Elmentem az önkormányzatba, azt mondtam, nem kérem a fizetést, adjanak munkát. Nem adtam. Azt mondtam, engedélyezzék meg 20 ezer forintjával, hogy törlesztem rá a hátralékomat. Ez sem volt nekik jó. Akkor azt mondtam nekik, elmegyek a városi WC-hez dolgozni. Ott se adtak munkát. Nem engedték, mondtam nekik, polgármester úr, fel fog nekem ez a kis pénz halmozódni. Megvárták, hogy felhalmozódjon 233 ezer forintra, amit Halászné itt tanúk előtt mondta, hogy igenis, én nem adtam magának cipráné csekket, lakbéres csekket. Soknak nem adtak, nekem mert a polgármester úr azt mondta, hogy én magának nem adhatok, mert azt mondta, nagyon soknak nem hogy adtak, innét nekem ki kell költözni. Óriási probléma mindenképpen a lakóhelyi szegregáció, tehát az, hogy Magyarországon 600 roma, klasszikus jegyeket felmutató roma telep van, és a térbeli elkülönültség az mindig egyfajta izolációval is jár, mindig valamilyen fajta távolságot attól, hogy az átlagtól, a középtől, a normálistól. Én azt mondtam mindig neki, mert az apám meg az anyám, az nem, hogy mondjam, nincsen sok iskolájuk. Apámnak talán van 2, anyámnak vagy 4. És neki mindig az volt a legfőbb vágyam, hogy tovább tagolj. Köszönöztem mindig arra, hogy menjen. Az általános iskolába jó tanuljon. Tovább tanulni, menjen intézadógat, ne hagyj ott az iskolát, lépjen ki ebből a életből. Menjen külföldre, lásson világot. Homrodon járt iskolában. És ez az iskola? Ez nagyon jó iskola, nagyon jó szigorú iskola, és nagyon jó foglalkoznak a gyerekkel. És a lakóiskola az? Segregált. Azt nem akartam, hogy oda járjam, mert tényleg nem jó iskola. Az oktatás is olyan, hogy azt gondolják, hogy a tiszta cigány iskolában olyan oktatás kell, amilyen. Mert azért 6. osztályban már jó lenne, vagy 7. osztályban olvasni is. Nem lenne. A kulcs az integrált oktatásban van, tehát a egészen kisgyerekkortól fogva együtt kellene nevelkednie a kisebbségi és a többségi gyerekeknek. Tehát, hogyha megvalósul egy jó minőségű integráció, akkor azt gondolom, hogy hosszú távon azokból a gyerekekből már olyan felnőttek válhatnak, akiknek esélyük van normális munkavégzésre, és hogyha aztán már a munkavilágában sem diszkrimináljuk őket, mert megszoktuk, hogy együtt járunk velük iskolába, és hogy pont ugyanolyan tök normális emberek, mint mi vagyunk, akkor hosszú távon azt gondolom, hogy csökkenhetnek az előítéletek, és akkor csökkenni fog a diszkrimináció minden szinten. A becslések szerint a romák, a roma gyerekek 2/3 valamilyen fajta szegregált osztályban vagy iskolában jár, ez óriási szám. A magyar közoktatási rendszer az nemzetközi felmérések szerint első számú az úgynevezett oktatási szelektivitásban. A fiatalkorban elszenvedett megkülönböztetés, hátránya, rosszabb minőségű oktatás, ez nagyban befolyásolja, meghatározza a későbbi munkaerőpiaci belépést, a munkavállalást, és hát ezen keresztül természetesen a megélhetést. 2011-ben indított 2 alkalommal kisebbségi ombudsman vizsgálatot Gyöngyöspatán. Az ombudsmani jelentés, az alapjelentés is, és az utóvizsgálati jelentés is azt állapította meg, hogy
a cigány gyerekeket elkülönítve oktatják Gyöngyöspatán, és az jogellenes. A gyöngyöspatai Nekcsei Demeter általános iskolát 2011. október elején pereltük be, azt hiszem október 14-én, és azért, mert az osztályok között szegregál, azaz cigány és nem cigány osztályokkal folytatja az oktatást. Többször is jártunk Gyöngyöspatán, és a felvételeken is nagyon jól látszik az, hogy amikor a tanévnyitó ünnepségen felsorakoznak ugye a gyerekek osztályonként, akkor hát látszik, hogy a soroknak a jobb oldalára voltak rendezve a cigányosztályok, a bal oldalon a nem cigányosztályok, és ez így annyira szembetűnő, de aztán bementünk az osztálytermekbe is, világosan látszott, ami az ombudsmani jelentésben le van írva, hogy a földszinten roma osztályok vannak, akár még úgy is, olyan áron is, hogy ugye nem tesznek ki egy teljes osztályt, és akkor összevonják második, harmadik osztályból. Ti vagytok a hanyadik osztály? A második harmadik. Egyszerre tanár így, hogy tudja őket tanítani, a ötödikeseket, a hatodik, hetedik, meg a nyolcadikosok. Hetedikes vagyok, és a negyedikes könyvű kell tanulnom. És ez az baj. Hetedikes lánynak, hogy negyedikes tankönyvből hogy lehet írni, meg tanulni. Betűket kell bővíteni. Te első lányom, mert tudj ezeket csinálni. A másik hetedikes osztály milyen tankönyvekből tanul? Hetedikes. Hetedikes? Normális. Ez normális. Szoktatok beszélgetni a másik hetedikes osztállyal? Nem, csak így a cigállányokkal szoktunk. De följártok az első emeletekre szünetbe? Ők lejárnak? Legyűltök a szünetekbe? Hát nem nagyon, mert a tanárok nem engedik. Lezavarnak minket. Menjük le, ott osztályokban legyünk. Senki nem szereti azt mondani, hogy én most akkor szegregálok, ide lőjetek, felvállalom, hanem mindig kitalálnak fedő sztorikat. Az egyik sztori Gyöngyöspatán az, hogy mire a cigányok beestek ide jelentkezni és beiratni a gyereküket, akkor már csak a 10 fős létszámú osztályok maradtak meg. Úgy működik a szegregáció, és ez nagyon régóta megy így, hogy felküldik ezeket a gyerekeket egy vizsgálatra Egerbe, a szakértői bizottsághoz, és akkor a szakértői bizottság azt mondja, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem vagy sajátos nevelési igényű. Ha nem sajátos nevelési igényű, akkor csak ezzel a sima egyes számú fedősztorival lehet külön cigányosztályba tenni, hogyha sajátos nevelési igényű, akkor még több pénzt lehet utána kapni, hogy szegregáltan oktatják az SMI osztályban, és kapnak érte kétszer vagy háromszor akkora felkvótát az államtól, mint hogyha normál osztályban oktatnák, normális gyerekként. És a napköziben miért nem jár kicsi? Mert az a kifogás van, hogy mind a két szülőnek kell, hogy dolgozzon. Cigány nem jár. Napköziben én legalábbis nem tudok róla. Együtt tesztek a magyar gyerekekkel? Vagy? Nem. A cigányok együtt tesznek, a csoportok. Magyar gyerekek is ugyanúgy tesznek, hogy a csoportok. De van egy másik elzárt hely, ahol a magyaroknak már meg van terítve. Nem úszhatunk. És mit mondanak, hogy miért nem úszhattok? Az, hogy büdös lesz a víz, meg ne fertőzzük a vizet. Mi szeretnél lenni? Én? Mentős. Mentős? És te? Gyerekorvos. Gyerekorvos. És te? Komandós. Komandós. És ahhoz sokat kell tanulni? Igen. A törvényszék kihirdeti az alábbi ítéletét. A törvényszék megállapítja, hogy az elsőrendű alperes fenntartásában működő másodrendű alperes iskolában jogellenesen elkülönítették egymástól a cigány etnikai kisebbséghez tartozó és az ezen kisebbséghez nem tartozó gyermekeket. Halló, Farkas János, elnök urat keresem. Köszönöm szépen, szia, idősebb János. Nyertünk, Erzsi vagyok. Én nem képzelek el ideális világot, csak egy normálisat. Egy olyat, amikor a roma gyerekeknek, a nem roma gyerekeknek ugyanaz a lehetősége van, és azzal a lehetőséggel egyformán tudnak élni. Én csak olyat képzelek el, amilyen gyerekkorom mondjuk nekem volt. És hogyha így nőne fel minden gyerek, ahogy én, azt hozzáteszem, hogy azért én is hátrányos helyzetű térségből, sok gyerekes cigány családból származom. Ugyanúgy a falunak a szélén laktunk, egy vidéki kisiskolába,
de ugyanúgy tanultunk együtt, a romák, nem romák, ugyanolyan lehetőségeim voltak, mint az bármelyik iskolatársamnak. Ennyi, ennél többet nem kívánok. Vagy kívánok többet, de kevesebbet nem kívánok senkinek. Én hiszek abban, hogy egyenlőek az emberek, és hogy nem lehet embereket megbélyegezni azon az alapon, hogy milyen a bőrszínük, vagy a vallásuk, vagy a szexuális orientációjuk, vagy bármi. Ezek a jogállami alapelvek, és mi azokat képviseljük, tehát igazából mi a joguralmát képviseljük, nem mást, és nekem ez megnyugtató. Azok az emberek, akikkel együtt dolgoztunk 3 éven keresztül, megértették azt, hogy velük nem lehet megcsinálni bármit. Talán magunkban is tudjuk tartani azt a hitet, hogy a jogállamnak legalábbis a maradványai fenn vannak mégis. Az, hogy valaki kimer állni és elmeri mondani ebben a hihetetlen kiszolgáltatottságban, függésben, hogy neki ehhez joga van, és vele nem lehet megcsinálni bármit, az egyik, a siker egyik mondjuk mértékmérője. Senkinek nem engedem meg, hogy elvitassa az én magyar identitásomat. Egy ember teljesen lehet egészséges és boldog akkor is, hogyha kettős identitása van, és úgy tekint egyszerre magára, mint magyarra is, meg cigányra is. Cigány, nem cigány minőségemben egyaránt az az érdekem, hogy egy normálisan működő jogállam legyen ebben az országban. Amikor senki nem döntheti el önkényesen, hogy a másiknak mit kell vagy nem kell csinálnia, vagy mi az, amit eltűrjön vagy ne tűrjön, hanem a jogszabály világosan megmondja, hogy hol van az én szabadságomnak a korláta. Isten könyörű meg nékül, hopp, 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 csabózsa, ne szenvedjen tovább népül. Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Isten áld meg!